Nos, hát eltelt most már azért egy lassan 2 óra. A meccs óta megvacsoráztatok, úgyhogy én most elsősorban arra kérek, hogy valami pozitív tanulságot mondja a mai mérkőzés kapcsán, mert ugye még csak az első mérkőzésen vagyunk túl, és hát nagyon fontos feladatok várnak rátok. Hát én egyébként nagyon örülök ennek a mérkőzésnek. Szerintem nagyon jól játszottunk abban a 2 szetben. Ugye az első szettet azt elég túlságosan is ugye ilyenkor még úgy nagyon benne vagyok a meccsben, és nem nagyon emlékszem a mérkőzésre, hogyha ilyenkor visszagondolok. Arra emlékszem, hogy az első szett az nagyon viszonylag, hát igen, könnyű volt, 14-re hozta Csaba, az ott nagyon álmosan kezdtük, nem is nagyon pörögtünk fel rá, nem jól kezdtük el, ezt nem szabad, ezt semmiféleképpen sem folytathatjuk a további mérkőzéseken, már a bemelegítésnél is olyan hőfokon kell mennünk, hogyha elkezdjük a szettet, akkor igenis úgy menjünk, mint a második szettől. A második szettet nagyon szépen hoztuk, ott ugye fel is jöttünk az ellenfélre, ott tényleg ott éreztünk megint egymásra csapatként. Ott sikerült az ellenfelet több hibába belekényszeríteni, mi viszonylag stabilak voltunk. A harmadik szett az ugye megint egy kiki meccs volt, ott hát ezt nem is akarom minősíteni a bírói fújás. Hát ezért álljunk meg egy kicsit, mert tényleg mi se szoktuk erről tetni itt a Vasas TV-ben, hogy a bírói ítéletekről beszéljünk, de ahogy hallottuk a tévében is egyértelműen látszott, hogy szetlabdánál ott egy hibás ítélet született, hát gondolom, hogy nagyon más lett volna, hogyha ott azt a szettet megnyerjük, vagy te hogy látod? Hát biztosan teljesen más lett volna, mert nekünk ugye ez egy hatalmas lökést adott volna ott már ugye 2-1-nél. Ez pont ez a... Nem nyilván a bírónak is benne volt az ítélete, mi sem húztuk be, ugye 23-20-nál a szettet, nem raktunk pontot az íre, de sajnos ez az utolsó szettnek a végkimenetelére, ez az ismét 15 volt talán a szett az utolsóban, talán ez mindenképp ennek a... Ez benne volt, hogy azt a szettet úgy elvesztettük, és ott nem nagyon tudtunk már összeállni, ott nagyon a fejek szétestek, mindenkinek volt valami gondolata, volt, aki sértődött, volt, aki nem tudom, ezt ez a másik dolog, amit nem szabad, ezt mindenféleképpen meg fogjuk beszélni a lányokkal, le fogunk ülni, egy kicsikét majd átbeszéljük, hogy tudunk nagyobb lendülettel menni, miben tudunk fejlődni, miben tudunk tovább lépni, túlnőni az ellenfelen, és mi az, ami segíteni tud nekünk majd a győzelemben. Sok időtök nincs, de ahogy én láttam, talán 2 dologba lehet kapaszkodni, hogy ezt a nagyon stabil Békés Csabát el lehet bizonytalanítani, ez ma látszott, illetve hát ezeket a komoly hullámvölgyeket, amit most 2 elég sima szettet eredményezett az ellenfelek, azokat kiküszöbölni, ez a kulcs, és egyáltalán mit lehet tenni most, hát kevesebb, mint 3 nap alatt? Hát igen, mindenféleképpen én ennek nagyon örülök, hogy tényleg ezt a mérkőzést így játszottuk le, azért az előtte levő mérkőzések, amik voltak egyik. Szóval az előtte levő mérkőzések mind sokkal könnyebbek voltak, és nagyjából lemosott a pályáról minket a Békés Csaba. Itt most azért nem hagytuk magunkat, tényleg az első és az utolsó szettet azt mindenképp el kell felejteni, és azon azt nem szabad engednünk nekünk. A többiből meg tanulnunk kell, és ez az, ami tovább kell, hogy menjen, és erőt adjon nekünk, és tényleg... Én pont ezt mondtam most itt a vacsoránál is, hogy azért ennek én nagyon örülök, hogy így összeálltunk, és hát mint már többször említettük, igen, sajnos nagyon sok sérülés volt, persze, nem tudott a kezdőnk úgy együtt játszani mindig, de ez már a múlt, ezt le kell zárni. Most hála a jó ég, lekopogom, nincsen sérült, most megvan a kezdőnk viszonylag, ha ezt össze tudjuk rakni, és stabilan, kevés hibával, hittel, kellő akarattal és együtt csapatként tudunk játszani, akkor tudunk győzni.